Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Barackádé vagyok, és elérkeztünk egy újabb zsigós videóhoz, melyben 5 darab kígyómarás ládát fogunk kinyitni, kiírja az új frissítéseket, hogy mik jelentek meg. Ugyebár itt van a felszerelésünk, 5 darab kígyómarás láda. Na, kígyómarás láda, 5 darab. Ebből veszünk 5 darabot, és most hogy sikeresen megvásároltam ezt az 5 darabot, bízva abba, hogy valami jót kapunk. Pörög az első, gyerünk, valami jó legyen. Világgal kezdünk, ami nem olyan rossz, de ez egy viseletes én szerintem. Így van, következő ládánk mégpedig ez lesz. Én nem merek ötnél többet nyitni, nehogy aztán valami balul süljön ki. Mi ez az UMP oszcillátor? Ez egy gyári új. Oké, akkor legyen a ez, és ebbe lesz a kés. Kés lesz giveaway. Jó, nagyon jó, nagyon jó, de eddig igazából nem állunk olyan rosszul szerintem, mert két lilát kaptunk, egy kéket. Szóval ez még nem olyan vészes, én úgy gondolom. Ment egy lila. Szokásos CZ. És a utolsó láda, tárolónyitás, kigyomarás láda, kulcs. És az utolsó skin, amivel bezárjuk a mai napot, nem más, mint egy... Még egy AK. És ez egy minimálver. 6,70 € volt alapból a Steam-en. 5,85 € föltöltöttem. És tulajdonképpen visszajött már szerintem a legelső AK-val. Itt ki fogom majd írni nektek, hogy mi mennyibe kerül. A Mac 10 kerül 35 centbe, az OMP kerül 53 centbe, a háborútépásta AK kerül 3,38 €, a CZ kerül 15 centbe, és a kevéssé használt AK pala kerül 5,09 €. Srácok, láthattátok, mi mennyibe kerül. Én szerintem ez egy nagyon jó nyitás volt. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, és hogy velem tartottatok. A következő videóban vagy írjódásban találkozunk. Szeretnétek még hasonló tartalmokat látni? Akkor iratkozzatok föl. Csekkoljátok a leírást. És legyen szép napotok. Sziasztok! I'm gonna